Esélyteremtő Varroda nyílt Tiszaroffon. A létesítmény nem csupán megélhetést nyújt az ott dolgozóknak, de egy új szemléletet meghonosítva a településen reményt ad és esélyt teremt. A kormány társadalmi felzárkózás programja vállaltanak a korábbi gyakorlaton változtatva, a piaci igényekhez és lehetőségekhez igazodva igyekszik segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű településeken, térségekben élők elhelyezkedéséhez, életminőségének javításához. Mutatott rá Langerné Viktor Katalin helyettes államtitkár az átadón. A modellértékű fejlesztés az új szemléletű kormányzati esélyteremtés második állomása, hiszen néhány hete Miskolcon kezdett termelni egy könnyű szerkezetes házak elemeit gyártó üzem, és a sor hamarosan egy Sejjén létesült zöldségfeldolgozó átadásával folytatódik. Vankóné Jekli Anikó, a Jászhegyszolnok megyei kis település polgármestere aláhúzta. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vagyonkezelésébe adott Varroda Tiszaroff egésze szempontjából is lehetőséget, esélyt nyújt, növelve a község vonzerejét, népesség megtartó képességét. A Varrodát a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság saját költségvetéséből létesítette, a korábban művelődési ház és könyvtárként működő, majd állami vagyonkezelésbe adott ingatlanban. Az épület ezt megelőzően évekig térségi innovációs oktatási központként és foglalkoztatóként működött. A jelenleg közfoglalkoztatottként itt munkát vállalók a központ számára készítenek különféle a háztartásban használt termékeket. A tervek szerint később állami megrendelésre is dolgoznak majd. Az új létesítmény 16 embernek nyújt biztos megélhetést.